Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és ez pedig itt a Mavis októberi különkiadás sorozatának első része. Halloween alkalmával négy játékot fogok nektek bemutatni, négy különböző platformon. Ebben az első részben az Androidon, illetve iOS Store-on megjelent Elder Sign-t fogom kivesézni. Fogadjátok szeretettel! Something terrible has begun to awaken within our museum. An entity that must, at all cost, be prevented access to our world. One particular emblem seems significant. They called it the Elder Sign. A horror témai játékok sosem tartoztak a kedvenceim közé, de az Elder Sign egy egészen más szempontból közelíti meg a horror kifejezést. Ez az eredeti Elder Sign társasjáték, androidos applikáció adaptációja, úgyhogy nézzük, érdemes-e kipróbálni. Az Elder Sign az H.P. Lovecraft világából táplálkozó Cthulhu mítoszt állítja a történet középpontjává. Feladatunk, hogy négy nyomozónk segítségével felkutassuk a megfelelő számú ősi szimbólumokat, hogy örökre elzárjuk a világunkat az ősi erők rémisztő teremtményeitől. Ha a szörny hamarabb összegyűjti a legyőzésünkhöz szükséges rémjeleket, elveszítjük a játékot. Mielőtt kiválasztanánk négy nyomozónkat, akinek egyébként tulajdonságai sorsdöntő jelentőséggel bírnak, meg kell jelölnünk egy főgonosz, aki ellen a küzdelem folyik majd. A társashoz hasonlóan itt is körökre osztott kutatásokban nyilvánul meg a fő játékmenet. Hőseinket egyesével kell küldenünk különböző helyekre, a kísértet járt a múzeumban. Ezeket a küldetéseket előre megvizsgálhatjuk és eldönthetjük, melyik kalandorunk áll leginkább jó eséllyel annak véghezvitelére. Ha sikerül győznünk, a jobb alsó sarokban található jutalmat kapjuk meg, ha veszítünk, akkor viszont a bal alsó sarokban lévő büntetéseket. Na nézzük akkor, sikerül-e kiderítenünk a rejtélyes tekercsek talányát. A célunk az, hogy a képernyőn lévő buborékok melletti szimbólumokat runakockáink segítségével kidobjuk. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, és ez a játéknak talán egyik leginkább megkérdőjelezhetőbb eleme, ugyanis gyakran a szerencsén áll vagy bukik a sorsunk. Nem gyakran, valójában mindig. Az alap 6 kockát tuningolhatjuk még egy sárga, illetve egy piros kockával is, amiket a hőségnél lévő tárgyakból válthatunk be. Ha a dobás után egyik buborékot sem tudjuk kitömni, fel kell áldoznunk egy kockát, amit a következő dobásnál már nem használhatunk, és így tovább, amíg el nem fogynak a készleteink. A játék engedélyezi, hogy egy kockálás megmentsük a következő körökre, így amiatt már nem kell aggódnunk. Néha sajnos azonban hiába próbálkozunk trükközni, a legegyszerűbb falat is kifoghat rajtunk. Ha egy karakterünk elveszíti a józan eszét vagy az életerejét, akkor bizony köszönjünk el tőle, mert ő már nem fog visszatérni. Ez egyik legnagyobb különbség az eredeti társasjátékkal szemben, ahol egyébként a karakterek nem halnak meg, hanem visszatérnek a kezdőmezőre, csak elveszítik a bónusz tárgyaikat, szóval az egy sokkal könnyebb verzió szerintem. Itt bitang nehéz. Ha azonban sikerül nyernünk, tárgyakkal, varázsigékkel, illetve Elder Sign-okkal leszünk gazdagabbak. Ha megvan a kívánt mennyiség, megnyertük a játékot. De ácsi, ez nem ilyen egyszerű. Ha minden karakterünk végzett a körével, a játék órája éjfelet üt, és megjelenhet egy vagy több rémjel, amiből a kellő számú megvan, felébred az ősi démon és végünk. Ezen kívül apró kis szörnyek is megjelenhetnek a játékban, amelyek véletlenszerűen rácsimpaszkodnak egy küldetésbuborékra, általában megnehezítve annak elvégzését. Mi több sokszor rontást hoznak ránk, ha végzünk velük. Karaktereinkkel különböző tárgyakat, segítővarázsigéket, illetve elsősegélyt is vásárolhatunk, de ennek az az ára, hogy karakterünk ebben a körben nem mehet kalandozni. Ha elég jól taktikázunk, és persze a szerencse a mi oldalunkon áll, diadalmaskodhatunk a játék felett. Az Elder Sign-ban egy vérverítékkel kiizzadt győzelem felé egy hatalmas adrenalin bombával. Fantasztikus szórakozás és egyben rengeteg újrajátszhatóságot ad a játékban megtalálható különböző nehézségi módok, ami ebben a játékban különböző főszörnyeket jelent más-más tulajdonságokkal. A játékmenet számomra felfoghatatlanul izgalmas és érdekes, imádom analizálni, hogy melyik rejtélyt tudom a legnagyobb magabiztossággal megoldani, és hogyan tudom redukálni a rizikófaktort. Számomra a játék random eleme, vagyis a kockadobálás egy teljesen oké és elfogadható dolog, mivel rengeteg társasjátéknak része, de azt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ez már súrolja a felső határt. A grafika szerintem gyönyörű, a zene atmoszférikussága pedig egy ilyen nagyon király horror detektív hangulatot varázsol, ami szerintem borzasztóan illik a játékhoz. A játék körülbelül egy ezersére szerezhető a mobilos boltokon, de hogyha bírod a kockadobálás és bejön H.P. Lovecraftnak ez a világa, illetve maga a játék hangulata, akkor semmiképp ne hagyd ki. Remélem tetszett ez a videó, illetve ha van véleményed, akkor lenne a komment szekcióban, minden kérdésre, minden gondolatra fogok válaszolni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne felejtjétek, vegyétek a ceteket! Ha? Ki az? Már éjfél van. Mi a franc? Ha, 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 ha.
Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, hiszen jövő héten kiderül, hogy ki ez a rejtélyes alak és mit akar Bánától. Kellemes október! Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. But I don't